A Paksi disputát látják, köszöntöm nézőinket. 19. alkalommal rendezték meg a Tetrekész napot, melyet a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. Szervez minden év tavaszán. A megjelenteket Potápi Árpád János államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntötte. Minden közvéleménykutató és kutatás azt mutatta, hogy mind a létesítményt, mind pedig az atomenergiát Magyarország lakossága támogatja, Tolna megye lakosságának döntő többsége támogatja, és még inkább így van a TET községek lakossága szempontjából. A Tetrekész nap során a felnőttek a tudományos tanácskozás elnevezése keresztelt program keretében ismeretterjesztő előadásokon vehettek részt, amíg a gyermekek vetélkedőn mérhették össze tudásukat. Honti Gabriella, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. Kommunikációs osztályvezetője elmondta, hogy Bátaapáti tároló elfogadottsága remek számokat mutat, ami a kölcsönös kommunikációnak köszönhető. 90% fölötti az ismertsége, elismertsége és elfogadottsága a létesítménynek, úgyhogy szerencsére itt ebben a térségben ezekkel a problémákkal nem kell olyan nagyon találkoznunk. Azt mindenképpen el kell mondani, és azt hiszem ezt a társulás is felfedezte, hogy ismertség nélkül nem lesz bizalom, bizalom nélkül nem lesz elfogadottság, az elfogadottság nélkül pedig nem tudja az RHK üzemeltetni olyan biztonsággal a létesítményeit, mint ahogy ezt napjainkban megteszi. A rendezvényen értékelte az elmúlt időszakot Kereki Ferenc, az RHK Kft. Ügyvezető igazgatója. Jelenleg a hulladéktárolás új technológiájának kialakítása ad újabb feladatot számukra. A második kamrában kompakt hulladékcsomagok kerülnek elhelyezésre, amelynek engedélyeztetése befejeződött, most az azokhoz szükséges eszközök átalakításán munkálkodnak. Az új eljárásnak köszönhetően a radioaktív hulladékok tárolása költség és helytakarékosabban lesz megoldható. A folyékony radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatban az atomerőművel közösen dolgoznak. Hiszen ő fogja azt a technológiát kialakítani, illetve alakítja most ki, amely a folyékony radioaktív hulladékoknak a tulajdonképpen cementtel való keverése és a hordók közötti térkitöltést szolgálja, így egy jóval fajlagosan nagyobb teret tudunk kitölteni hulladékkal, mint az eddigiek szerint. Gerjen négyoldalú együttműködési megállapodást írt alá Oroszországban, amelyben másik három településsel közösen vállalják, hogy tapasztalatcserével és közös munkával segítik egymást az okos település projekt megvalósításában. Gerjen ismét sikeresen képviselte értékeit Oroszországban. Az áprilisi Atomexpo kerekasztal megbeszélést követően Romhányi Károly újra felkeltette a településvezetők érdeklődését Volgodonszkban tartott beszámolójával, amelyben településük eredményeiről, fejlesztési terveiről számolt be. Az orosz atomerőművek körül fekvő városokat tömörítő szövetség az Atomvárosok Csillagainak Együttállása elnevezésű nagyszabású rendezvény első napján fórum keretében számoltak be a meghívott települések az általuk alkalmazott jó gyakorlatokról, a fenntartható fejlesztésekről és városüzemeltetésről. Engem arra kértek föl, hogy tartsuk egy előadást a Paksi Atomerőmű bővítése kapcsán a településemre váró településfejlesztési lehetőségekről, feladatokról. Én úgy érzékeltem, hogy nagyon tetszett az előadás, hiszen utána több polgármester is odajött hozzám és érdeklődött egészen konkrétan fejlesztési elképzelésekről. Úgyhogy én azt mondom, ez egy nagyon gazdag volt a tapasztalatokat tekintve, illetve a tapasztalatcserét. Szem előtt tartó, úgyhogy én nagyon élveztem ezt a napot, és akkor a második nap az a szombati nap volt, ami hát tényleg egy fesztivál volt, gyakorlatilag egy felvonulással kezdődött, ahol a különböző résztvevők felvonultak a fő utcáján Volgodonsznak, és hát egy megnyitót követően a főtéren tényleg egyfajta ilyen kavalkád alakult ki, egy jó fesztiváli hangulat, a településeknek a különböző portékáit lehetett bemutatni, árusították is, meg is lehetett kóstolni különböző élelmiszeripari termékeket, borokat, úgyhogy egy nagyon jó kis hangulatú rendezvény volt. A rendezvény zárónapján három orosz város és Gerjen írt alá négyoldalú együttműködési megállapodást, amelyben az okos település projekt kapcsán vállalják az együtt gondolkodást. Ezek a települések pedig Szasznovi Bor volt, Poljarni Zori, illetve Kurcsotov, és hát ez a megállapodás ez gyakorlatilag arról szólt, hogy okos városi projekteket alakítottak már, illetve elkezdték
elkezdtek ezeken dolgozni, és hát ezeket a tapasztalatokat osztanánk meg kölcsönösen egymással. Nyilván ez azt feltételezi, hogy mi is Gerjenben is elmozdulunk egy ilyen irányba. Ennek az lenne alapvetően a lényege és a fontossága, hogy nyilván itt a településen belül a jelenlegi kor digitális vívmányait felhasználva életminőséget tudjunk javítani a településen, megkönnyíthetjük az ügyintézéseket. Tényleg érdekes volt már a polgármesterekkel történt tapasztalatcsere az aláírás megelőzően, hogy ők milyen funkciókba gondolkodnak egy okosvárosi település kapcsán. Az a legfontosabb, hogy milyen funkciókat tudunk mondjuk adott esetben egy településen elhelyezni az okos településes okosvárosi projektek keretén belül. Úgyhogy őket inkább az érdekelte, hogy Magyarországon milyen egyéb ötletekkel, milyen egyéb látásmóddal vagyunk és elképzelésekkel vagyunk, és hogy ezeket a tapasztalatokat próbáljuk meg összeszedni és ezt átadni nekik. Nekünk viszont szintén ugyanígy visszafelé nagyon fontos ez a tapasztalatcsere, tapasztalatszerzés, hiszen nekik is lesznek olyan funkciója, biztos vagyok benne, ami valószínűleg nekem eszembe sem jutna, és mégiscsak egy nagyon jó gyakorlat, és ezt adott esetben be tudjuk itthon építeni. Úgyhogy ez a típusú tapasztalatcsere azt gondolom, hogy tényleg lesz kézzel fogható eredménye és gyakorlati hasznosulása. A rendezvényen a Rosszatomot Dzsumberi Tekucsava, a Rosszatom vezérigazgatójának első helyettese képviselte, és jelen volt Szvetlana Csurilova, az Rosszatom Városok Szövetségének felelős titkára is. Minden évben megrendezik a múzeumok majálisát, ahol az ország múzeumai mutatkozhatnak be az érdeklődőknek. Az Atomenergetikai Múzeum is visszatérő vendége a rendezvénynek. A múzeumok majálisa remek lehetőség a múzeumoknak arra, hogy látogatókat csalogassanak intézményeikbe. A rendezvényen lépkedve hosszú listát készíthetnek a családok arról, kirándulásaik, belföldi nyaralásaik során hova érdemes ellátogatni. Az Atomenergetikai Múzeum minden évben kreatívan csempészi a fővárosba az atomenergetikát. Enyedi Bernadett múzeumvezető fontosnak tartja, hogy országos szakmúzeumként az ország múzeumainak intézményi rendszereibe minden lehetséges módon bekapcsolódjanak, és az emberek ismeretét bővítsék az atomerőműről, és annak történetéről, aktualitásairól is akár. Az atomerőmű kapcsán ugye felmerül sok olyan kérdés, ami lehet, hogy már nálunk az erőmű környezetében már nem kérdés szerencsére, vagy a régióban ugye sok mindent tudnak az atomerőmű működéséről, de Budapesten még ez sok esetben tehát úgy merül fel, hogy igen, konkrét válaszokat várnak bizonyos kérdésekre, akár a biztonság, akár az üzemanyag, vagy egyáltalán a működés tekintetében konkrét kérdésekkel is megkeresnek minket, és igyekszünk az ilyen alkalmakat is arra használni, hogy az atomerőművel kapcsolatban hiteles tájékoztatást tudjunk nyújtani, és azzal, hogy mi egy múzeum vagyunk, az egy kicsit hitelesebbé teszi, úgy gondolom, a látogatók számára is azt az információt, amit mi átadunk. Az Atomenergetikai Múzeum tesztekkel, fizikai kísérletekkel, gyermekeknek szóló kiadványával készült. A legfelkapottabb programjuk most is a kiterjesztett valóság alkalmazása volt, amelyen keresztül még közelebbről ismerhették meg az érdeklődők az atomerőművet. A budapesti tótesztet családjának érdeklődését a nagyon interaktív programkínálat keltette fel a sátorhoz lépve, és a tesztet kitöltve felismerték, tudják még bővíteni ismereteiket az energiaellátás területén. Hát így együttesen szerintem elég jól sikerült, csak három kérdésre nem tudtunk válaszolni, ami így új információ volt, így, hogy földtanilag Tatánál a legnagyobb a háttérsugárzás, ez így egy érdekes adalék volt, de persze ilyen pontos adatokat, hogy hány százalékban látja el az atomerőműve az országot, az se sikerült pontosan belőni, úgyhogy így az is érdekes volt. A három generációs család minden tagja megtalálta a számára ideális foglalkozást a Paksi Múzeum sátránál. Két település és a Paksi atomerőmű összefogásában került sor szoboravatásra Dunaszent Benedek és Uszót között. Az MVM Paksi atomerőmű ZRT számára fontos a hagyomány és annak megőrzése, ezért is tartotta jó kezdeményezésnek, hogy egy hajdani település emlékének tisztelegjenek és a szoborállítás mellé álljanak. A Paksi atomerőműben dolgozó Nemes Imre nem csak a fizikában jártas, hanem hobbiai mellett a családfakutatás is meghatározó szerepet tölt be életében. Őseit kutatva jutott el az egykori Kara településhez, amely Uszód és Dunaszent Benedek között terült el Hajdanán. Az itt élők a történelem során a Kuruc-Labanc időszak áldozatául estek, és kellett új otthont találniuk. Volt, aki Uszódra származott, volt, aki Dunaszent Benedekre, de sokan még távolabb kezdtek új életet.
Nemes Imre fontosnak tartotta, hogy az egykor Karatelepülésen élőkre megemlékezzenek, és az erre járókat egy szobor emlékeztesse. Valaha itt egy település lakói élték mindennapjaikat. Még a török idők előtt egymás mellett sorakoztak falvacskák, viszonylag szorosan. Itt volt már Uszód, itt volt Kara, volt Benedek is valami, meg sok kis falucska, de ezek mind eltűntek a török korban. Csak ez a néhány maradt meg itt a Duna mellett, valahogy ők kívülestek a hadak útján, és túlélték lényegében a török időket, csak utána belekeveredtek a Kuruszlabanc összecsapásokba, ugye Kömlődné volt a híd, ahol a kurucok átkeltek a Dunántúra, és ez a vidék, ez mindig ilyen csaták színhelye volt, mert próbálták a Labanc oldal megakadályozni ezt a kapcsolatot a Dunán innen meg a Dunántúl között, és hát ennek az összecsapásoknak esett áldozatul Kara, de hát aztán kiderült az adatokból, amiket nyomoztunk, hogy a falu ugyan elpusztult, de nagyon sokan túlélték, akik aztán benedekiek lettek, uszódiak lettek, tehát ezek a nevek, ezek ma is itt vannak a falukban, itt laknak, meg hát én is itt vagyok, aki egy kicsit ugyan messzebbre szakadtam, de valahogy mégis visszajöttem, és akkor valamit szeretnék adni ezeknek a falucskáknak, abból, amit begyűjtöttem, meg kikutattam. Szobrot Uszód, Dunaszent Benedek és az MVM Paksi Atomerőmű ZRT összefogásában valósították meg. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója az avatón kiemelte, hogy a jövőt csak a múlt megfelelő ismeretében lehet építeni. A térség nagy beruházás előtt áll, amely ismét összekötheti a régió településeit, nem csak a múltban, hanem a jelenben is. Minden olyan esemény, ami egy kicsit helyére teszi az embert, segít emlékezni, az fontos, és közösséget épít. Itt egy olyan hajdan volt falu emlékére állítottunk egy emlékművet, akinek a leszármazottai, azok itt élnek közöttünk, ezeken a településeken. És még erősebbet mondjak, Nemes Imre, aki a C-15 szellemi atya, az atomerőben dolgozó fizikus, az ősei is már 15. század, 16. században itt voltak Karán. És igazából azt mondom, hogy egy kicsit arról szól ez az egész, hogy emléket állítsunk annak a történelmi múltnak, akik megküzdöttek azért, hogy ha nem is az a település, de az emberek a környező településeken fennmaradjanak, és hogy közösséget kovácsoljunk. Ez egy nagy érték volt akkor, nagy érték most. Az is látszik, hogy az új blokk építésénél, üzemeltetésénél, de még a most működő blokkok hosszú távú üzemeltetésénél is nagy szükség van a környéki településen élőkre. Tehát mindenképpen számítunk ezekre az emberekre is, hogy itt van, láttam néhány jóképű fiatalember, bíztatom őket, hogy tanuljanak mérnöknek, és jöjjenek a Paks 1-be, majd a Paks 2-be. Tehát azt gondolom, az, hogy az atomerőművet ne csak úgy lássák messziről, mint egy nagy ipari monstrum, hanem lássák azt, hogy az egyik legokosabb emberünk, Nemes Imre, nem csak azt tudja nagyon jól megtervezni, hogy nézzen ki a reaktorban a zóna, hanem verseket ír, értékeli a múltat, foglalkozik emberi dolgokkal, és egyszerűen egy ilyen, hogy is mondjam, egy igazi reneszánsz ember, mert zenél, verset ír, táncol, énekel, és mellette egy nagyon, nagyon jó szakember. Na, ilyenek vannak az atomerőműben, sajnos nem mindenki ilyen, de az atomerőműnek van egy ilyen személyisége is, úgyhogy aki környéken él, arra számítunk, őrizze az értékeit, tisztelje az őseit, és tanulja a fizikát, hogy utána tudjon jönni az atomerőműbe. Nyílt napot tartott a radioaktív hulladékokat kezelő KFT és a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló telephelyén Bátaapátiban. A gyermeknappal egybekötött alkalom kiváló lehetőség volt, hogy a család közösen szerezzen ismeretet a radioaktív hulladékok tárolásával kapcsolatban. A gyermekprogramokkal egybekötött nyílt nap második alkalommal került megrendezésre Bátaapátiban a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló telephelyén. Honti Gabriella, a radioaktív hulladékokat kezelő KFT kommunikációs osztályvezetője elmondta, hogy amíg a színes programok lekötötték a gyermekeket, addig a 16 éven felül érdeklődők betekintést nyerhettek a hulladéktárolás folyamatába.
Először a felszíni létesítményben, a felszíni látogatóközpontban filmet tekinthettek meg, és egy tájékoztatót hallhattak a létesítményről, a működésről, a feladatainkról, mert hogy a radioaktív hulladékokat kezelő Kft. Nem csak itt Bátaapátiban, hanem az ország több pontján üzemeltet létesítményeket. Majd ezt követően mikrobusz segítségével lemehettek a felszín alatti tárolóba, ami így szombaton azért egy eléggé különleges lehetőség, mert hogy nyitva van a látogatóközpontunk, és lehetőséget adunk az érdeklődőknek, hogy megtekintsék a tevékenységünket, azonban a felszín alá azért mindenki nem juthat le ilyen formán, mint ahogy a mai napon. Az első tárolókamrába 537 vasbeton konténerben vannak a paksi atomerőműből származó kis és közepes aktivitású hordók. Ez a tárolókamra már megtelt, és az idén kezdjük a kettes kamrába betárolást, ami már egy új elhelyezési koncepció szerint fog történni. Úgyhogy most még a látogatók a kettes kamrát üresen látták, az egyes kamrát pedig teljesen megtelt állapotában. A nem mindennapi látogatás során volt, aki egyetemi tanulmányaihoz gyűjtött anyagot. Göbl Gabriellát mindig érdekelte a környezetvédelem és a hulladékkezelés, de a személyes látogatás során szerzett tapasztalat felülmúlta elképzeléseit. Szerintem nagyon izgalmas volt, meg őszintén szóval nem is számítottam rá, hogy ennyi minden érdekes dolgot fogunk hallani, úgyhogy nem csak itt a lenti rész, hanem fönt is, amit így a tájékoztatón hallottunk, és lejöttünk, mindezt így megtapasztaljuk test közelből. Darabos Józsefné, bátapáti polgármestere nagyon jó lehetőségnek tartja ezeket az alkalmakat, hiszen a környező településeknek nyújt lehetőséget a találkozásra és az ismeretszerzésre. Bárki jöhet, látogathatja és meggyőződhet arról, hogy ez a tároló egy biztonságosan működő tároló. Úgyhogy igen széles körű a tájékoztatásunk. Negyedik alkalommal rendezték meg a Tellerede vetélkedőt a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás településeinek diákjai számára. Az Atomenergetikai Múzeumban 8 csapat mérte összetudását idén, akik közül végül a paksi Vakbottyán gimnázium csapata állhatott fel a dobogó tetejére. Minden évben a tanév végéhez közeledve megrendezésre kerül a Tellerede vetélkedő, amelyet az Atomenergetikai Múzeum szervez. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás településének 8 csapata idén öveges professzor kísérleteitől kezdve egészen a modernkori lehetőségekhez nyúlva versengett. Azt kértük a gyerekektől, hogy gondolják újra a öveges professzor, mert hogy egyébként ismerik a nevét, tehát hiába, hogy egy több évtizedre nyúlik vissza az ő munkássága, a gyerekek tudják, hogy kiről van szó, hogy gondolják át az ő kísérleteit, válasszanak ki azok közül valamilyet, ami valamilyen szempontból érdekes lehet a számukra, vagy felkeltette az érdeklődésüket, és a mostani modern eszközökkel, vagy modernebb gondolkodással, vagy egy újszerű látással, móddal fogalmazzák azt újra egy videó formájában, és nagyon ügyesen megoldották a gyerekek ezt a feladatot. Mi pedig arra is próbáltunk ezzel utalni, hogy a tudományos örökség megőrzése az azért is fontos, mert hogy azok a tudományos felfedezések nem évülnek el, amiket lehet, hogy jó néhány évtizeddel ezelőtt alkotott meg valaki, vagy azelőtt születtek, de igazából máig érezhető a hatásuk, ez az atomenergetika használatára is, ugyanígy igaz, illetve nagyon fontos a múltunk tiszteletben tartása, és a múzeumnak ez is a célkitűzése, hogy ezt megmutassa. A 3 fős iskolai csapatok videójuk bemutatását követően feladatlapokat töltöttek ki, majd ezt követően a kiterjesztett valóság segítségével oldhattak meg feladatokat a múzeum területén. Kiterjesztett valóság alkalmazással lett még kiegészítve ez a feladatsor. Nagyon jól vizsgáztak a gyerekek is, meg az alkalmazás is, úgyhogy ezzel is szeretnénk azt láttatni, hogy nyitottak vagyunk az új módszerekre, tehát amennyire a múlt jelen van az életünkben, ugyanannyira a jelen meg a jövő is. A feladatok megoldását követően Tóth Pál fizika tanár bemutatóval készült a versenyzőknek, érdekes szemléltető példákkal mutatta be a fizika törvényszerűségeit. Az eredményhirdetésen Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója adta át az okleveleket, ajándékcsomagokat a versenyzőknek. Első helyezett lett a Vakbottyán gimnázium csapata, másodikként léphetett fel az emelvényre a Paksi II. Rákóczi Ferenc általános iskola,
és harmadikként végzett a Dunapatai Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Géderlaki Szent László Általános Iskolájának csapata. Azzal, hogy folytatjuk a fizika órákat, és nagyon igyekszünk a természettudományokat közérthetően, élményközpontúan megmutatni a gyerekeknek, sőt már a múzeumban látogatás előtt is ugye, igyekszünk a gyerekeket ebbe az irányba motiválni. Ezzel is ezt próbáljuk megmutatni, hogy mennyire fontos ez a terület számunkra is, és mennyire jó lenne, hogyha ők ezzel a későbbiekben is tovább foglalkoznának. A versenyt követően pedig van egy múzeumi táborunk, ami ugyanebbe a sorba illeszkedik. Tehát hogy a fizika órákat és a versenyt akkor kiegészíti egy egyhetes bentlakásos tábor, amin a legjobbak vehetnek részt június 3. hetében. Ezúttal ennyi fért a Paksi disputába, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!